saláta hozzávalói. Kukorica. Tojás. Majonéz. És hagyma. Ezek kellenek hozzá. És majd egy pici piros paprika is. Hagymát és apró kockákra vágjuk. Habérjuk. Úgy. Nyomjad, Viktor! Próbáld újra! Igen, tudom, ez nehéz munka. Közben a tojást már felraktuk fölni. Föl a tojás. Így megsózzuk egy kicsit a hagymát, hogy kimenjen az ereje. Akár meg is lehet kóstolni, aki bírja. Most jön a tojáspucolás. Összetörjük egy kicsit a héját, és leszedjük a főtt tojásnak. Hú, ez egy kicsit túl főtt. Igaz, Viktor? Szóval megpucoljuk az összes tojást. Szóval leszeleteljük a tojást, nem almát, tojást. Pici-pici apró darabokra leszeleteljük. Na, tojás. Igen, tojás. Mor. Igen, mor. Úgy. Az utolsó tojást is leszeleteltük. És majd ide beledobjuk a tálba, amiben már az apró szeletelt besózott hagymát raktuk. Jéj! Ebbe fogjuk beleönteni. Hurrá! Szóval beletettük a tálba a tojást, és most itt az ideje, hogy a majonézt is belerakjuk a tálba. Jéj! Beleraktunk egy kanállal, és jöhet a következő kanállal. Csak egy kicsit ragadós. Szóval vigyázzunk. Ha ragad, akkor óvatosan csináljuk. Szóval rakunk bele majonézt. És belerakjuk a megfőtt kukoricát is. Igen, vigyázni kell, mert forró. Segítsek? Jó, ebben egy kis segítséget kér a Viktorka, mert forró. Na, forró. Forró. Bizony. Forró. Igen, szóval belerakjuk még a kukoricát is, amit megfőztünk. És már csak az van hátra, hogy megkeverjük. Viktorka, légy szíves, keverd össze a beledobált dolgokat. Szóval van benne hagyma, amit megsóztunk, van benne főtt tojás, amit apróra vágtunk, kukorica, majonéz. És ezt mind összekeverjük a tálba. Mindjárt meg tudjuk, hogy néz ki kész. Egy icipici kis piros paprikát is. Úgy, ennyi elég lesz. Elkészült a tojássaláta, összekevertük, és ízlés szerint díszíthetjük akár paradicsommal. Mami! Yummy! És a maradék paradicsomot valaki meg is eheti akár. Szóval ez volt a tojássaláta fácámódra. Jó étvágyat! Yummy!